Jó estét kívánok, kedves nézőink! A biztonsággal kapcsolatos kérdésekhez a legtöbb ember úgy áll, hogy jobb a bajt elkerülni. Ez talán belénk kódolt üzenet, ami alapján éljük az életünket. Igen ám, de egy olyas valamit elkerülni, amiről talán még azt sem tudható, hogy bekövetkezik-e, nem egyszerű feladat. Nem beszélve arról, hogy a földi világunk egyre inkább szűkül, miközben a virtuális tér egyre nagyobb mértékben gyűri maga alá az emberiséget, ami nem várt következményeket is rejt magában. Valamit elkerülni, megelőzni kétségtelenül kevesebb áldozattal járó tevékenységnek tekinthető. Így a 21. század embere számára a bűnmegelőzés felértékelődik. Mai műsorunk vendége dr. Garamvölgyi László, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója. Vendégemmel folytatom a 2015-ben megjelent Bűnmegelőzés alapú társadalom című könyvével kapcsolatos beszélgetésemet. Jó estét kívánok, tábornok, nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat. Ez a nagyon szép könyv, és nagyon tartalmas, nagyon jó könyv, sajnos egy műsorban nem kibeszélhető. És úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen szeretném önnel folytatni ezt a témát, hisz nagyon sok olyan információ van benne, ami ténylegesen új lehet minden olyan ember számára, aki a 21. században találkozik a bűnmegelőzés kérdésével. És szeretném önnel ezt a beszélgetésünket folytatni. Mint bűnmegelőzési szakember, ön hogyan látja, már nagy baj van, vagy nagy baj lesz, hogyha nem tartunk lépést a 21. századi kriminológiai kihívásokkal? Én is tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Úgy látom, hogy a 24. órában vagyunk, tehát azt nem mondanám, hogy helyrehozhatatlanul ugye megváltoztak a körülmények, de a kriminalitás változatlanul jelen van az emberiség történetében, a fajunkra jellemző. Ez a fajta agresszió, ugye, amiről már beszéltünk és említettük Steve Hawkingot is, ugye, aki nemrég halt meg, nyugodjon a békébe, de a zseniális elméleti fizikus. Egyik olyan kockázati tényezőt jelent, vagy jelölt meg az emberi faj túlélését illetően a bennünk genetikailag kódolt agresszió. Tehát ez azért a Homo sapiensben benne van genetikailag. A másik ugye természetesen a technológiai fejlődés. Tehát olyan fajta beavatkozás történik az emberi szervezetbe, amit ugye az evolúció nem biztosított, mert szükségtelen is volt, nem kellett. Ezt a technológiát egyébként úgy is hívják, hogy feljavított ember, vagy techno sapiens, tehát ilyen mértékű már ez a beavatkozás, aminek nyilvánvalóan az lesz a vége, hogy olyan humanoid egyedeket hoznak létre, amelyek, vagy akik, tehát ezt nem is nagyon lehet tudni, ugye a másik ilyen veszély, amire Hawking felhívta a figyelmet, tehát az emberi agresszió, a másik a mesterséges intelligencia. Ugye ő azt mondta, hogy sajnos az komolyan veszélyezteti az emberiséget, hogyha ezek ugye a fejlesztések, a különböző kísérletek, alkalmazási, felhasználási területek kontroll nélkülek, tehát nem csak a törvényességi, hatósági, hanem a nyilvánossági kontroll is hiányzik. Tehát nem, mondjuk nincs médiahíradás erről, hogy valamit ott kogyfasztanak valamilyen műhelybe, és aztán megjelenik egy ilyen humanoid egyet. Szumma-szummárom, a veszély az ugye gyakorlatilag a 21. században a technológiák miatt nagyobb. 1970-ben írta a Szent Györgyi Albert, ugye már New Yorkban az Őrült Majom című könyvét, és ő azt mondta, hogy ha az emberiség kezében lett volna már korábban atomfegyver, mint ahogy volt, akkor nem létezne emberiség. Én nem azt akarom állítani, de hogy a Szent Györgyinek ez a könyve gyakorlatilag prognosztizálja a 21. század kriminális és biztonságpolitikai rizikófaktorait is, de nem akarom azt állítani, hogy minden ugye, rizikó vagy kriminális veszély ugye azt fogja eredményezni, hogy elszabadul a pokol és kezelhetetlenné válnak ezek a folyamatok. De az látszik, hogy ez a fajta ugye, globalizációs technológia, aminek pontosan az a lényege, hogy ugye a tudományágak összeolvadásával, aminek a folyamata nem most, hanem 10-20 évvel elkezdődött. Ugye, már nem beszélünk biokémiáról, vagy biofizikáról, bionika. Tehát ugye ilyen a természetesen a kvantummechanika is, vagy a nanotechnológia. Tehát ezek ugye összeolvadnak, ezek a tudományok.
tudományágak, és ugye a kísérletek is természetesen ezeknek a erőforrásoknak a felhasználásával történnek, de ez egyfajta olyan tudományos szingularitást eredményez, ugye, mint korábban soha. Tehát ezeket a fejlődési távlatokat, az irányokat csak homályosan lehet látni, ugye, és a felhasználási, alkalmazási területek sem világosak, mert hát ugye tudjuk, késsel lehet embert is ölni, meg kenyeret is szelni. És vannak rossz tapasztalatai az emberiségnek arról, hogyha egy ilyen tudományos technológia illetéktelen kezekbe kerül. Arra nem is beszélve, hogy az emberiség történetében még soha nem sikerült semmilyen fejlődést meggátolni. Tehát ugye ezek a folyamatok elindultak, ezt nem lehet már meggátolni, legfeljebb kordában tartani, és az emberiség javára fordítani. Nyilvánvalóan egyébként, akik ez a technoszapienszel, feljavított emberrel és egyéb ilyen tudományos kutatásokkal foglalkoznak, nem az a céljuk, hogy ők legyenek az emberiség urai. Hanem ezek a technológiák, ugye a robotika, az emberiség javát szolgálja, váltsanak ki különböző ugye nehéz vagy veszélyes munkafolyamatokat, legyenek precízek, hatékonyak, ugye a robotoknak nincs szakszervezete. Tehát, úgyhogy csak ugye most a 189. közgyűlésén az akadémián elhangzott, hogy azért ezzel is vigyázni kell, mert lehet, hogy csak 20-30 év múlva egyszer arra fogunk ráébredni, hogy ugye ezek kontroll nélkül teljesen ugye átveszik a különböző infrastruktúrákat, vagy ezeknek az irányítását. A lényeg az, hogy egy kaotikus állapot jöhet létre. De ha már a mesterséges intelligenciáról beszéltem, ugye korábban említettem, de most is azért jó itt leszögezni ebben az adásban, hogy tavaly novemberben ugye Vlagyimir Putyin orosz elnök egy középiskolában járt, és azt találtam mondani, hogy azok az államok, ugye, akik a mesterséges intelligencia kutatásban, fejlesztésben ugye az érdetőrnek, azok lesznek a világ urai. Tehát, és nyomban hozzátette, hogy amennyiben ugye Oroszország lenne, akkor természetesen ők ezt a technológiát más államokkal, más országokkal is megosztanák. És benfentesek állítják, amikor ugye egy középiskolában az orosz elnök Vlagyimir Putyin ilyesmit mond, akkor mérget lehet venni arra, hogy Oroszország ennek a technológiának a birtokában van, de természetesen nem kizárt, hogy más nagy hatalmak is. Csak ugye ezt azt próbáltam vázolni, hogy milyen veszélyekkel jár ez. Tábor, akkor a technoszapiens azt jelenteni, hogy az ember olyan génmódosításon menne keresztül, amik így laboratóriumban készülnének, amit nem tartalmazna adott esetben az agressziót, és egy békés, nyugodt társadalomnak a létrehozása lenne a cél, vagy esetleg más előre nem látható, vagy nem is publikált célok hajtják ezen kísérleteket készítőket? Hát ez egy rendkívül izgalmas kérdés. Ugye két tételmondatom van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ugye már a génmódosításokat említettük, hogy az elmúlt 3000 évben az ember, tehát a fajunk, 5000 spontán ugye génmutáción ment keresztül, ami azt jelenti, hogy egy-egy gén átörökítésnél, utódnemzésnél ugye 100 és 300 közötti hibás gént adunk át. Ezt ugye a tudomány állítja. Én 100 felé hajlok, ugye a vérmesem ugye 300 körül. Na most ugye ez több tucat generációt jelent a 3000 év alatt, amire ugye azt mondják a szakemberek, vagy arra vezetik vissza ezt, hogy ugye mentálisan egyre romlik, ugye miért hibás géneket kapnak ugye az utódok, mentálisan romlik a képessége a fajnak, bár hozzá kell tenni, hogy ebben a logika is van, hiszen már az a probléma megoldó kényszer nincsen, mint amikor a túlélésért kellett kitalálni, hogy a mamutot hogy ejtjük el is. Hogyan védekezünk ugye a kritikus időjárási viszonyok közepette, a másik pedig nem persze, ugye, hogy fizikálisan is gyengébben vagyunk, mert pont ilyen 3000 évvel ezelőtt ugye meghalt szántóvető paraszt csontvázát találták meg Oxford mellett egy ásatássorán, és ugye így digitálisan fölépítették, és sokkal magasabbot is izomzatát tekintve erősebb volt, mint mi, egy szántóvető paraszt, ugye, és az akkori állapot ugye megfelelt egy sportalkozatos egyetemista a fizikai állapotának, aki mondjuk éppen Oxfordon jár. Tehát az egyik tétel mondott, hogy van egy
spontán génmutáció, ami ugye Gellert kapott valami oknál fogva. De ez még nem egy manipuláció, vagy olyan fajta bűnös beavatkozás, ami azt a célt szolgálná, hogy az ember ugye genetikai megváltozzon. A másik ugye a technológia, az viszont már pontosan azt akarja, hogy feljavítsák az embert. Ugye ezeknek a tudománynak a képviselői ugye abból indulnak ki, ugye, mert ha most megnézzük az ókori görög drámákat, ugye 2000 évvel ezelőtti méves alkotásokról van szó, ugye, akkor azt látjuk, hogy csak az élet elleni bűncselekményeknek, a gyilkosságnak ugyanazok az motivumai, az okai, ugye? A szerelemféltés, a nyereség, vagy a bosszú, a hatalom, és így tovább. Tehát ők ebből indulnak ki, hogy 2000 éve, ugye, mind 2000 éve, ugye, hogyha idehoznánk egy időutazásra valakit, ugye azt látna, hogy minden megváltozott az épített és a természeti környezet, de miután utaltam rá, hogy 2000 éve ugye minden megváltozott, csak az ember nem, akkor az embert kell megváltoztatni, kvázi feljavítani. És ugye amit az előbb mondtam, hogy olyan, amit a természetes evolúció, tehát ez a darwini fajta ugye, törzsfejlődés, beleértve ugye a szelekciós folyamatokat is, nem biztosított olyan képességeket, amit ugye ez a technológia igen, viszont nem volt eddig az embernek erre szüksége, tehát nem volt rá szüksége. Ugye a viselhető technológiáknak már azért pár éve vége van, és most pontosan ott tartunk, hogy a beépített technológiák, ugye azok fogják ennyire megváltoztatni a képességeinket, szó szerint feljavítani, és ugye azért aggasztó ez, hogy nem látjuk a perspektívát, hogy hova fog fejlődni. Vannak olyan tudomásfantasztikus filmek, meg könyvek, amelyek azért már ezt a sötét jövőt előre vetítik. Egy mondat csak ehhez, hogy a Star Wars, ugye, ami a technika, ugye, ami abban megy, az 95%, ez nem a George Lucas mondja, tehát a tudomány a Star Wars-ban, ugye, amit bemutattak, ugye, a futurisztikus technikát és technológiát, annak a 95%-a már működik. Most 2018-ban. Tábornok úr, egyébként ön hogyan látja, mint egy bűnmegelőzéssel foglalkozó szakember, hogy maga a globalizáció, illetve a technikai fejlődés az, ami erősíti a globalizációs kriminalitást, vagy valami más áll a háttérben, és így a technikai fejlődésnek és a globalizációnak köszönhetően van sokkal nagyobb veszélynek kitéve egy átlagember a 21. században, és ezért értékelődik fel a kriminalitás kérdése is, meg ezért értékelődik fel a bűnmegelőzés kérdése is. Bocsánat, ugye azt látni kell, hogy 15-20 évben ezelőtt már voltak olyan dolgozatok, Uri Beck, Anthony Ginden, de mások is leírták, hogy ugye a 21. századnak a kriminális veszélyeit ugye megpróbálták felvázolni. Ugye egy kockázat társadalomról, egy rizikó társadalomról beszélünk, amiben ugye a szerzők azt akarják bizonyítani, vagy feszegetik, hogy ugye a 21. században éppen ezért a robbanásszerű technológiai fejlődés miatt, ugye, és más társadalmi és egyéb változások miatt is ugye nőnek azok a kockázati tényezők, amelyek az emberi létszervezést, ugye, a modernkori életszervezést befolyásolják, és a biztonságát is. Tehát felértékelődik a biztonság, ezen belül pedig a bűnmegelőzés. Tehát ők nem állítják azt, ezek a szerzők, hogy veszélyesebb a világ, csak más kihívásokkal kell szembesülnünk. Hát gondoljunk el, hogy amíg nem volt internet, addig nem volt internetes bűnözés. De nyilvánvalóan a tételes anyagi büntetőjogba bele se került, ugye a internetes csalás például, amely nem volt. Hát ez ugye, teljesen evidens. Most azt állítják, hogy ezek a szerzők, hogy ezekre azért oda kellene figyelni, mert olyan fajta nem nagyon definiálható, de azért ugye mégis kriminális veszélyt hordozó folyamatok indulnak el a 21. században, ugye? Ami azért kriminálisan nyomasztó, vagy nyomasztóbb, mint korábban, függetlenül attól, hogy mondjuk nem abszolút számban nem több, de minőségileg veszélyesebb. Ki beszélt még pár évvel ezelőtt ugye hibrid hadviselésről? Ahol
fontos szerepe van például a már említett internetes ugye, agymosásnak, vagy a digitális technológiának. Ugye, ma már nem valószínű, hogy azzal kell kezdeni egy háborút, hogy oda küldünk, vagy tankokat, vagy bombázok, hanem tönkre lehet tenni. Ugye emlékszünk pár évvel ezelőtt, hogy az ész bankrendszer tönkretették egy hackeléssel, és három napig nem lehetett fölvenni az automatába, ugye az ATM-ekbe pénzt, és megbindult, ugye, gondoljuk bele, hogy nálunk mi lenne, vagy bármelyik országban, vagy mondjuk egy víztisztító rendszert tönkretennének. Sajnos ugye ez a kitettség jellemző minden ilyen technológiára, bár ugye a védelem is az fejlettebb, tehát azért ez is fejlődik. Tehát szumma-szummára azt kell látni, hogy ezek a technológiák azért hordoznak veszélyt. Tábornok úr, ön olyan dolgokról is ír a könyvében, amiről talán sokaknak nincs is rálátása, nincs is fogalma. Meg is fogalmaz egy ilyen gondolatmenetet, ami így hangzik. Vajon meddig terjed a tudomány, az emberi kíváncsiság, és hol húzódik az őrület határa? Kérem, hogy kicsiket beszéljen erről, mert ez egy nagyon érdekes része a könyvének. Hát ugye én arra próbáltam célozni, hogy hát nem szabad a teremtőt játszani. Most szépen átbeszéltük most az elmúlt percekben ezt a fajta, én drasztikusnak nevezném beavatkozást az emberbe. Tehát a humanoid, a emberi lényegünk változik meg azáltal, hogy mesterségesen ugye, beavatkozunk. Hozzá kell tenni, hogy az emberi faj evolúciójának sok tartaléka már nincsen. És ugye az jellemző a földtörténetre és a fajok eredetére, ugye Darwin felfogásában, hogy azok a fajok, amelyek nem tudnak reprodukálódni és megújulni, azok el fognak pusztulni. Nem tudom, hogy a fajunknak vagy az emberiségnek mi lesz a jövője. De lássuk be, hogy ugye az agyunk a mai formáját körülbelül 100 000 éve nyerte el. Ugye azóta ez nem változott, és sőt, mondtam az előbb, ugye, hogy azóta butultunk. Tehát sok tartalék az evolúciós fejlődésnek nincs, és ezeknek a tudományos kutatásoknak, vagy magának a tudományának a képviselői azt mondják, hogy bizony be kell ahhoz avatkozni, mert ugye megváltozott, mondtuk 2000 éve minden megváltozott az épített és természeti környezet, és csak az ember nem. Tehát ugye indokot kell és felhatalmazást kapni az, hogy beavatkozzunk a faj túlélése érdekében ugye az emberi szervezetben. Most ez egy más kérdés, hogy amikor ezek a folyamatok ugye kikerülnek az állami törvényességi hatóság kontroll alól, akkor ugye milyen irányt fognak venni. Az említett szerzők is ugye azt mondják, hogy a 21. század emberének egy reflexív társadalomban kell élni. Ez azt jelenti, ez különösen ugye Anthony Giddens hangsúlyozza, hogy hát őt onnan lehet jobban ismerni, bár ugye ő is kriminológus, társadalomtudós, szociológus, hogy az egykori brit miniszterelnöknek, Tony Blairnek volt a tanácsadója, hosszú éveken keresztül, de ugye azóta már publikált több ilyen dolgozatot, hogy reflexív társadalomban élünk, tehát azt várja el, ő úgy gondolja, hogy ha ugye az egyén folyamatosan vizsgálja a lokális környezetét, tehát észleli azokat a rizikófaktorokat, amelyek a biztonságát fenyegetik, ugye? Amiből, tehát ilyen kriminogén tényezőkről beszélő, amiből lehet kriminalitás, tehát ugye bűncselekmény. De ezeket ugye föl lehet ismerni, és el lehet hárítani. Tehát ő azért reflexív, hogy ezekre a kockázati tényezőkre megfelelően ugye, reagáljon az egyén. Az egy más kérdés, hogy nagyon recept erre nincsen, mert minden élethelyzet más. Tehát ugye ebben az esetben, hogyha tovább viszük az ő gondolatát, akkor nem is bűnmegelőzésről, hanem veszélymegelőzésről kellene beszélni, mert hogyha a veszélyt megelőzzük, akkor abból nem lesz bűncselekmény, de mondom még egyszer, ez egy tovább gondolásra alkalmas felvetés, ő sem munkálta még ezt ki. Be kell látni persze, hogyha most ugye felsoroljuk a 21. század kihívásait, vagy a média híreket ugye elkezdjük elemezni, akkor mit hallunk, mit látunk, ugye? Azt látjuk, hogy ugye klímaváltozások, klímakatasztrófák, háborús konfliktusok, energiakészletek kimerülése,
édesvízkészletek elapadása, polgárháborúk, migráció, és így tovább. Ugye ez mind, vagy ezzel mind terhelt lesz a 21. század embere, de hogyha egy szóban kellene a veszélyt összefoglalni, azt úgy hívják, hogy kriminalitás. Mindegyik általán felsorolt veszélynek ugye vannak kriminális vonzatai az egész életünknek, tehát nem tudunk olyat mondani, ahol a bűnmegelőzés nem lenne szerepe. De miért értékelődik fel a bűnmegelőzés a 21. században? Ugye leszögezve azt, hogy és elfogadva azt a mottót, hogy a bűncselekményeket jobb megelőzni, mint büntetni. Cezára Benkária óta tudjuk, bár hozzátartozik az, hogy ezt már a sumér kultúrákban is ugye jól látták, sőt Seneca, ugye akkor egyik legnagyobb filozófia pontosan arról írt, hogy ugye ha megtetnék egy bűncselekmény, akkor azzal nem nagyon kell már foglalkozni, hanem arra kell törekedni, ugye a döntéshozóknak, hogy a jövőben ugye lehet, tehát ne követhessék ugyanazt a bűncselekményt, tehát a bűncselekményt lehetővé tevő okokat ugye föltárni és intézkedni, hogy ami klasszikus bűnmegelőzés, bár ugye a Krisztus előtt 451-ben jelenik meg a 12 táblás törvény, ami már ezzel foglalkozik, tehát azért 2500 évre veszethető vissza a bűnmegelőzés. Azt is szoktuk mondani, hogy a bűn és a bűnmegelőzés együtt és az emberiséggel. De a legfontosabb az, ugye, amiről beszéltünk, hogy felértékelődik a bűnmegelőzés, ugye jobban bűncselekményeket megelőzni, büntetni, mert mi történik, hogyha ugye bekövetkezik egy bűncselekmény? Ha megelőzzük, ugye akkor semmi, akkor nem lesz például áldozat. De ha elkövetnek egy bűncselekményt, ugye akkor energiát kell fordítani az elkövető felkutatására, ugye, és ott be kell indítani a adott nemzetállamnak az igazságszolgáltatási ugye, gépezetét, illetőleg hát a nyomozóhatóság, ügyészség és bíróság, ugye, ez rengeteg energiát emész fel, de van a sértetti oldal is, tehát ugye a bűncselekménynek mindig van áldozata vagy sértetje, reparálni kell, ami adott esetben ugye megterheli a társadalmat is, és nem csak, ugye, amit lehet anyagilag, az egy kérdés persze, de sokszor a lelki, erkölcsi reparáció. Vannak olyan döntően, hogy persze szexuális bűncselekmények, aminek az áldozata, ugye ennek a következményét egy életen át viseli, de az erőszakos bűncselekményekre is általában ez jellemző. Na most kézzelt meg, hogyha ugye ezeket itt felvázoljuk, akkor borzasztó. Logikusnak tűnik, hogy jobb ezeket megelőzni, tehát jobb a bűncselekményeket ugye megelőzni, mint büntetni. És a másik dolog, amiért felértékelődik ugye a 21. században a bűnmegelőzés, az pontosan az, hogy a már ugye vázolt társadalmi problémák miatt ugye nem alkalmas ugye a hagyományos büntetői szankciórendszer, ugye a bűnözés visszaszorítására, a bűnismétlésnek a megakadályozására. Ugye az nagyon fontos, hogy a bűnmegelőzésnek, ez benne van a nemzeti bűnmegelőzési stratégiában is, ugye egyik fontos eleme a reintegráció, ugye, hogy a már börtönben lévő ugye elítélt visszailleszkedjen minél önkörülmentesebben a társadalomban, és valahogy elérni azt, hogy ne legyen bűnismétlő. Mert ugye az gyakorlatilag ugyanolyan bűnmegelőzés, hogyha ő többet nem fog bűncselekményt elkövetni, mint hogy egy sorozatbetörőt ugye elfogunk, és onnantól kezdve az összes bűncselekményt már nem tudja elkövetni. Tehát azoknak a megelőzése azért inkább virtuális, mert ezt nem lehet ugye prognosztizálni, de végül is a hatásos vagy a eredményes hatékony felderítésnek is van megelőző prevenciós ugye, üzenete, de még egyszer mondom, 78 óta, ugye akkor Nils Christie, egy norvég szociológus és kriminológus leírta ezt, hogy ugye akkor már jólétű gondoskodó államnak, hogy nagyon a vége felé jártak, hogy fel fog értékelődni a bűnmegelőzés, és ő erre vezette vissza, ugye, hogy a büntetőjogi szankciórendszer
amivel a bűnözőket fenyegeti, ugye a kontinentális jogban ez akkor tételesen, meg a mai napig is így volt, fenyegetjük azzal, hogy elveszük a szabadságát, ugye börtönbe zárjuk, kártérítésre kötelezzük, vagyoni helyzetéből adódóan társadalmi kötődései megszűnnek, és így tovább. Ez a szankció, ez a visszatartó erő. Ez nem létezik már a bűnözőknél, ugye, mert ezeket már ők rég elvesztették. Tehát amit veszített, az egy négyzetméter gyékén vagy hullámpapír. Tábor, akkor 2 perc maradt hátra. A könyvében még azelőtt, ugye megjelent a könyv előtt, Magyarországot is érintett a migráció 2015. augusztus vége, szeptember eleje. És ír a könyvében a migrációnak a hatásairól is. Hogyha most megnézzük jelen pillanatban Nyugat-Európát, egy picit a hazánkból nézzünk ki Nyugat-Európára, nem egész 2 percre. Hogy tudják a bűnmegelőzés kérdését kézben tartani Nyugat-Európa azon országai, akik elárasztották saját magukat az afrikai bevándorlókkal? Hát ugye ez borzasztó nehéz megválaszolni, meg összetettebb a probléma is annál, hogy ugye kapargatjuk a jelenségnek a felszínét, itt a gyökerek mélyebbre vezetnek, de azt azért most jó lenne leszögezni, hogy maga ez a fajta migráció, ez mint a szervezett bűnözésnek a malmára hagyja a vizet, sőt, ugye arra is vannak adatok, nagyon konkrét példák, mert ugye az előbb beszéltünk a felderítésről, tehát a nyomozási adatok azért visszaigazolják ennek a kriminális jellegét, hogy a szervezett bűnözés, a nemzeti szervezett bűnözés az, amelyik ugye a migrációt generálja. Kézben kell tartani ezeket, meg azért ne legyünk naívok, hát lássuk be, hogy Afrika nyugati partja, ugye Nyugat-Afrikától elindul valaki, Gambiától ugye a keleti part felé, Líbiába, és ugye ez egy hetes Szaharán keresztül egy hetes út. Tehát ennek olyan logisztikája van, kommunikációs és egyéb háttere, amihez a szervezettséget ugye nem kell külön demonstrálni, és hát nyilvánvalóan egy óriási extra profitra tettek szert. Tehát most ugye vannak ilyen adatok, hogy egy év alatt 50 milliárd euró, nem dollár, ugye a szervezett bűnözésnek a bevétele ebből, hát megelőzi ugye a kábítószer vagy a fegyverkereskedelmet. Tehát akkor vissza fogom venni most öntől a szót, egy következő adásban innen szeretném önnel folytatni, ez a könyvében ír erről a kérdéssel kapcsolatosan, és én nagyon szeretném, hogy ezt is meg tudnák válaszoltatni önnel. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat. A műsort támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsor támogatója a 18 MK autós iskola, a múlt és a jövő iskolája.